Nos, köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Peugeot SV50 Geo. Ez az én saját motorom. Rászántam magam, hogy a vásárolt karburátort felépítsem rá. Ez meg is történt. Amint látjátok, ott hunyarog. Hát aztán indi akartam is. Nem indult, megállt, nem akart átfordulni. Akkor szétcsontoztam, és az olajpumpája, az olajpumpában lévő szimmering adta meg magát. Itt van az olajpumpa, ezt én 4-5 éve újítottam föl, és vettem egy vadonatújat, kiláttam egy vadonatújat. És azért megvettem, mert ezekhez a geókhoz már nem nagyon van alkatrész, de ugye a törzs tagság tudja, hogy ezt a motort néhai nevelőapámnak kölcsön adtam, mert már mozgássérült volt, nem nagyon tudta a babettát tekerni. Ez mégiscsak önindítós, és oda ki, hogy akkor járjon vele, aztán ő elhunyt, és akkor felesége szólt, hogy ha gondolom, akkor elhozhatom a motort. Hát elhoztam, de akkor már párszor beindítottam, párszor kerültem bele, de szar volt a gép, tehát már nem olyan volt, mint amikor én odaadtam, mert ugye én ezt a motort 5 éve teljesen felújítottam. Tehát új henger, új dugaj, új, tehát felújított olajpumpa, új kuplung, tehát minden új volt. És most mutatnám, hogy ez a kis ládika, ez tele volt alkatrésszel. És mutatom, hogy hogyan is nézik ki a történet. Hát először is ugye ez ilyen gyújtás dobozka, zárak, gombok vannak benne, burkolat, lendítőkerék, tehát mágneskerék, és egy tápszivattyú. De nem is ez az érdekes, mert ez még nem is annyira érdekes, hanem itt mutatnám a kuplungot. Tehát látjátok, hogy ez is esőben figyelt. Akkor menjünk tovább. Van egy dobozka, ez a hátsó rövid. Ez a hátsó rövid áttétele. És itt van az igazi nyalánkság. Ezt én, amikor megtaláltam, akkor öntöttem ki, tehát színűtig volt vízzel. Nem is ez itt az érdekessége már, mert ez még csak egy 20-drang. Itt van egy karburátor felújító készlet. Nem is ez itt az érdekes, hanem az itt az érdekes vadonat új dugattyú. Vadi új volt. Itt van hozzá gyűrű. Önindító. Hát ugye nem kell elmondanom, ez is egy felújított példány volt. És itt van új olajpumpa. Látjátok? Most csak annyi volna a feladatom, hogy fogom és ezt ráteszem. De hát
irányjelzőre elé. És ami még fontos, az önindító. Tudjátok. A variátornak a tengelye. Itt vannak tőcsavarok, hengerfejtömítés, csapágy. Még benne van a zacsilig meddig. Főtengely csapágy. És ami a legborzasztóbb, mert ez egy valak pénz. Robogósok ezt fölismerik. Szomorú dolgok ezek. Szomorú dolgok ezek, gyermekeim. De hát lát, mondom, ez színültig volt vízzel. Érintettem ki belőle a vizet. De például a kuplung is vízben állt. És akkor most nem, mert levettem ugye a hengert. Így biztos, hogy látok. Ezt én tettem fel 5 éve, ez nem felfúrt, ne szédüljön el senki. Ez egy vadonatúj, majdnem 20 ezer forintot fizettem a hengerszettért. Egy vadonatúj henger. És akkor, most forduljunk ide-vissza, ugye én nem nagyon hajtottam, hát a egy kuplung volt benne, ami most ott sárban, az rozsdás. Azzal ment ez 80-85-öt. Az öregnek visszatettem a kis kuplungot. Abban csak olyan 65-öt ment, elég az neki. Én ugye ezt nyár, mindig nyárra használtam ezt a motort kocsi helyett, és ennek 70-80 volt az utazója, tehát bírta is a motor. És akkor nézzétek meg, hogy ja, le is veszem az állványról a kamerát, hogy többet láttok. Hát nézzétek meg a dugat, hogy néz ki. Körbe ilyen ám. Most ez nincs kecmec. Ugye ott van az új karbi fölépítve. Majdnem 20 ezer forint volt ez a karbi. És akkor nézzétek meg, hogy a forgattyús házban áll az olaj. Tudjátok, amit a tartályba öntetek. Kapott most egy új aksit is. Én most vadásznom kéne rá valahonnan, valamilyen úton, módon olajpumpát. Majd ki fogom szívni a forgattyús házból olajat, látjátok, ott a hajtókar mellett látszik, hogy fullon van. Tehát megint rendbe kell tennem a kis gépet. Hát ennyi olajat fényes, itt is, hát ennyi olajat köpött ki. Hát végül is annyira megszívta magát olaj, hogy azért nem tudott átfordulni a dugattyú. Ugye a felső holponton. És az egyik tőcs volt, bele volt törve. Itt van a törött példány. Kibírtam szedni, ami bele volt törve. Szereznem kell valahonnan még tőcsavart, hogy ott a riburátorja, a régi automata szivatója. És én ebből igazából menni akartam. Ma. De új olajpumpával már úgy hiszem, nem megyek messzire. Vagy az új van betéve, és az a régi. Mert ez úgy néz ki, mint hogyha lett volna. Nem tudom. Na, szóval senkinek ne adjatok kölcsön semmit, és akkor nincs belőle probléma. Úgyhogy most megint darabokban áll a kis motorom. Felhúztak.
Közben voltam nagymama kertjében, találtam egy Honda, az hiszen Dio variátor tárcsát. Megkerestem ennek a szörnyeteknek az eredeti. Látja, talán így vannak elpakolva a dolgok, aki ismer, az tudja. Tehát itt van az eredeti dugattyú, henger, látjátok, így van ráír, hogy Peugeot, ott van benne az egyik gyűrű, itt van benne a másik gyűrű. A menetek is egészségesek, a különösebb probléma nincs. Tömítés is egészséges. Tehát látjátok, hogy még a gyűrű is, bár van, úgy tudom, bent van egy csuporban, őrizgetem már nagyon régóta. Ez az eredeti saját. Ezt cseréltem én le, arra, amit most levettem. Arra, amit én most levettem. Tehát ez így volt betárazva. Itt van még a 12.260 kilométernél cseréltem. Itt van benne a kis papírkája, mikor cseréltem. Most azt hiszem 15.600 van benne. És azt hiszem 12.800-nál adtam oda paternak, azt hiszem, az is föl van írva, mert ugye rend a le mindennek, be is tesz minden mellé. Tehát megvan még az eredeti henger szettje is a fiúnak. Úgyhogy közben áttörések történtek. Nem tudom, mennyit láttok. Mindjárt felkelek és úgy mutatom meg. Amit ott láttok, Tócsát, kiszivattyúztam a forgattyús házból a vizet. Lehet, hogy így jobban látjátok. A vizet? Olajat, bocsánat. Azt gyúztam belőle. Akkor feltettem a... Megbírtam reparálni az új... És ez volt az új olajpumpa. Ez. A szimmeringje is tökéletes. Be is kötöttem. Működik ugye gázadásra. És akkor, kedves barátaim, veszem ezt a kamerát. Megmutatom nektek, hogy itt van a kis dugattyúja. Tehát ez, mindjárt megnézem azért a... Mindjárt megnézem a kilométer órát. Főleg ez az oldal nagyon csinos. Ehhez is van gyűrűm. Ja nem, bocsánat, itt van berosdásodva, megtaláltam, mert így odaadtam, odaadtam neki készletet, hát egy rozsdás gyűrűt találtam. És akkor most nézzük meg a kilórát. Kis port. Törlök. 16, igen, 16.550-nel hoztam el Patertól, és most 16.770 van benne. És láttátok, 12.200-nál tettem rá ezt a hengerszettet, és tudom, hogy 8.005-nél csak egy gyűrűsor, tehát egy gyűrűcserét kapott. Más nem igényelt akkor a fiú. Itt van az új karburátor. Végül is én abban a hitben éltem, hogy ezt csak fel kell tennem, és majd faszán működni fog a gép. Aztán ez belőle. Ez lett belőle.
Szóval ezt az olajpumpát megvizsgáltam, amit nem róla. Itt ugye a tengely látsz, egy látjátok, hogy a tengely van kiszapósodva, tehát el van kopva. Egyébként lehet érezni is rajta. Lehet rajta érezni. Ez már elég rendesen el van kopva. A másiknak új a tengely, tehát az volt az új pumpa. Ilyen szimeringet lehet kapni, csak tudom, hogy egy különleges, ami benne van, és kettő van benne, két szimering. Ebbe kettőt tettem. Ezeknek a motoroknak ez a problémájuk, hogy itt átenged, és akkor telefolyik a forgattyús ház mindenféle földi finom javakkal, aztán nem indul. Először azt veszitek észre, hogy füstöl orrán száján, füstöl nehezen, hulladozik, nehezen akar menni, ugye, mert az olaj folytja, és akkor úgy szépen kezd tisztulni. Anyán nem tisztulni, hanem kezd besűrűsödni olyan szinten, hogy már végén nagyon nehézkesen akar megindulni. Fullad, hörög, minden baja van, aztán eljön a végítélet, amikor azt mondja a motorunk, hogy sehova tovább egy tapottat sem. És akkor vizsgálnatok az olajpumpát, mert az olajpumpa szimmeringnél szokta beengedni az olajat a forgattyúsházba, és akkor onnantól kezdve, ahogy a költő is mondta, game over. Jó, hát így jártunk, elvtársak, nem tudunk mit tenni. Ez is alapméretű, és alapméretű, amikor ezt a mizét rendeltem, ezt a hengerszettet, akkor én rendeltem gyűrűt is hozzá, ugye itt találtam. Itt találtam meg a rozsdába, de úgy emlékszem, hogy csak kettőt adtam át, és nem négyet, tehát elvileg ehhez is lenni kell még. Meg. Na most, aki ismeri ezeket a Peugeot-okat, ezeket az SV-ket, tudja, hogy itt anyagába van fúrva. Tehát anyagába van fúrva. Ugye ez kikopott, akkor game over, eldobod a picsába, és veszed a következőt. De azt nézem, hogy ez, de ez is anyagába furt. Hát akkor végül is ez nincs megkarcolva a hengerfal, csak igen rendesen, igen, rendesen, tükrös. Jó, ezt is bebugyoláltuk, bebugyoláltam. No, hát, ennyinek indult ez a motor, és ide jutott. Az egyetlen szabad napom a húsvét próbáltam, hogy na, akkor fődobom a karbicseket, és beröffentem. Ugye vettem bele aksit is. De azt hiszem, ez a beröffentős projekt még várat magára. Én így hiszem. Aztán ki tudja. Megpróbálok nézni. Hétfőn. Hát, ha van itt helyben dugattyú. Mert ahogy nézegetem, ez teljesen összenyomott állapotában, látjátok, hogy ez már így átereszt. Ez már nincs értelme összetenni, mert ugye itt zárni kell a szegmens. És ennyi. Tehát ezt már nincs értelme összetenni. Hát a hátsó
hátsó így néz ki. Tehát ez már nem zár. Ugye látszik is, hogy engedett itt is, meg átengedett itt is, itt. Tehát eznek már sok értelme nincsen visszatenni. Van, aki beteszi még egy kicsit, de én nem teszem be. No, akkor ennyi volt a húsvét hétfő, a szabad napom, a pihenő napom. Úgyhogy szervusztok! Találtam dugattyút, vadonatú gyűrűt, még a Peugeot gyűrű garnitúrát találtam meg az eredetiét. A rendkifogó nélkül is, aztán feltettem a burkolatot. Igazából még nincs fent a jobb oldala, azt vadásztom, hogy hova tettem, megvan. Megvan, ezt csak úgy ráteszem, hogy megforduljon az a rühes lup. A gyűrű csak nem baszari el, mert mondom, ez még az eredeti Peugeot-s alomból való gyűrűsor. Nem szívesen. Jó, hát most betesszük valahogy. Majd, de most csak azért teszem fel, hogy én megfogom. Levegő. Hát amikor ezt összeraktam, ez így indult. Tehát amikor ezt a képet összeraktam, azt hiszem 5 év, azt hiszem 2014-ben,
Felújítottam ugye akkor a főtengely kivételével mindent újat kapott, beleértve ugye az elindítót, beleértve a variátorkereket, beleértve a hátsó égszíjtárcsát, és azok is újak, hát ugye. Aztán ez a lassú variátor, meg lassú égszíjtárcsa van fönt, meg van valahol a, hát ugye a gyors hátsót, azt mutattam, csupa rozsda, de valahol megvan az első is, mert találkoztam azzal is. Na most, itt ugye van a régi karburátorja, és hát használható még, persze használható, de nem nagyon. Tehát az a baj ezeknél, hogy egyrészt elfárad ez a rugó. Másrészt, ugye én ebbe vettem ki Schubert, meg új tűt, kikopik, elállítódik, hol indul, hol nem indul. És itt van a hozzávaló, jaj, ez nem ki nem boruljon. És itt van ugye a hozzávaló indító rendezés, dúsító, hát ez ugye ezt lehet állítani, ez most nem akarom szétcsön, tehát szét tudjátok csavarni, és amikor az a lényegen, hogy nyugalmi állapotban, amikor hideg, akkor ugye ez a tű fönt van. Tehát följön. Ahogy melegszik, lemegy, zárja a szivatórend. Most ezt ugye megveszed boltba 3000 forint egy ilyen, főteszed és nem indul, szarabb, mint volt. Aztán agya azt totózol, hogy mi a kurva annyi van. Tehát lényeg az, hogy ezen a menetes, hogy csak föl kell szerelni, be kell kötni, hogy adják, benne van a súber és a rugó, minden, tehát csak föl kell szerelni, adják hozzá a gumitömét, és ne felejtsétek el, hogy külön szokott lenni itt a súber kupaknál gumigyűrű, azt is be kell tenni, az is külön van, illetve külön kapjátok a csomagba ide a torokhoz a gumigyűrű tömítést, tehát ezt a tömítést, ami itt van, ezt külön kapjátok, illetve itt a súber kupakban van egy gumizáró gyűrű. És ha meghúzzátok, ha nagyon sok esvé is megtépi, aztán megszakad a menet, csak szorulásig kell meghúzni ezt jó éjszakát, nem kell dikálva fogóval, meg egyéb dolgokkal kilni. Jó? No, hát még nem rakom össze a gépet, mert majd most már ugye megvan az új szivattyú, megvan a sterimol, minden össze van házasítva, párosítva, összerakva, kipróbálva, tesztelve, ugye ezt is telibe kell súrolni, meg akkor ezt is telibe súrolom, és motorozgatok még vele. Na nézzük! Mert füstölnék derekassan a fiú, hát biztos, hogy van még benne a forgatyúzházba olaj, és azért megy neheben, hogy azért indul neheben, gondolom én. De füstölnék rendesen. Azt hiszem nem állt majd bele egy új gyertya.
garázs ajtóval egymerő olajkorom, de biztos, hogy van még a forgattyús ház alján, mert amit lehetett, azért kiszivogattam nővel, de... Na! Köszönöm a figyelmet, szervusztok!